Tapáti István képviselő úr következik, Mi Hazánk, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Legalább abban az egy dologban egyetértés mutatkozik, vagy talán az egyetértés látszata tűnik fel a horizonton, hogy minél gyorsabban bekövetkező békekötés lenne a legfontosabb, de hát ugye sem az Egyesült Államok politikai vezetésében, sem Oroszország politikai vezetésében még nem született meg a döntés, nem érett meg a helyzet ezek szerint. Túl azon, hogy akkor folytassuk a tabu döntögető tényfeltárást, ami azért sokak lelkét vagy szívét nyomja, azért azt is vegyük alapul, hogy amikor nyugati fegyverszállítmányokról beszélünk, és most ugye kb. 35 ország keveredett bele ezekbe az ügyletekbe, és legalább 35 ország szállít különböző típusú fegyvereket, közte nagyon drága fegyvereket, közte rengeteg olyan fegyverrendszert, amelyet valószínűleg élesben, hadszintéren, háborús körülmények között a terepen most fognak bevetni vagy használni először. Ezzel csak arra próbálok rávilágítani, hogy a világon sajnos a legnagyobb üzlet, és egyéb legpiszkosabb üzlet a fegyverüzlet. Aztán ugye szorosan ezután következik a kábítószer és a bűnözésnek, a legalizált vagy kriminalizált bűnözésnek a különböző formái. Hatalmas üzletet bonyolít le az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és több nyugati ország akkor, amikor akár a régi beragadt fegyverrendszereit adja el, akár a legújabb fejlesztésű fegyvereit, amelyet még csak kísérleti szinten volt alkalmuk kipróbálni, amelyeket még harctéri körülmények között nem vetettek be, most azonban erre lehetőség kínálkozik. És nagyon könnyen teszik meg a fegyverszállítmányokra a felajánlásokat, főleg azok az országok, amelyek földrajzilag biztonságos távolságban vannak a háborús övezettől. Sajnos mi fizikailag, földrajzilag a lehető legközelebb vagyunk a háborús helyszínekhez. Ettől talán nagyobb veszélyben már csak a lengyelek vannak, úgyhogy nagyon óvatosan kell viszonyulnunk ehhez a kérdéshez, és épp ezért szeretnénk, hogy választ várni államtitkár úrtól arra a nagyon fontos kérdésre, legyen ez a válasz bármilyen is, hogy zajlik-e Magyarországon ukrán katonák kiképzése, igen vagy nem? Tehát, vagy ha nem, akkor a szlovák védelmi miniszter honnan veszi ezt, miért mondta ezt, akkor felszólítják a szlovák kormányt, vagy a szlovák védelmi minisztert, vagy a Budapesten székelő szlovák diplomatákat, hogy helyesbítsék ezt a pontatlan nyilatkozatot, ha tényleg pontatlan. Remélem, hogy az ország nem enged át fegyverszállítmányokat, és valóban a semlegesség álláspontjára helyezkedünk, amely tudom, hogy ilyen földrajzi fizikai közelségben nagyon nehéz még eldönteni, és nagyon nehéz fenntartani. Hát reálisan gondolkodik a Mi Hazánk mozgalom akkor, amikor ezt megfogalmazod. Az egyetlen helyes álláspont az a semlegesség álláspontja a békepártiság mellett. Tehát akkor, amikor itt arról beszélünk, hogy milyen hősiesen segít a nyugat, a valóban egy tényleg hősiesen harcoló, és ez egy minden dicséretet megérdemlő ukrán hadseregnek, mert ők tényleg az erőviszonyokhoz képest vitézül helytállnak, ez úgy hiszem kétségtelen tény, akkor azért tegyük bele a pakliba azt is, vagy tegyük bele a mérleg serpenyőjébe, hogy elképesztő üzlet az, ami történik, és el ne higgye már senki, hogy az Egyesült Államok merő humánumból, emberközpontú gondolkodásból, kvázi jótékonysági szempontokból segít Ukrajnának. Gyakorlatilag Ukrajna sorsát legalább 50 évre előre elrendezték, és akkor még nem is akarom idehozni a Biden család esetleges piszkos illeteit, üzleteit, különböző gazdasági érdekeltségeit, hanem arra próbálok utalni, hogy gyakorlatilag Ukrajna ha katonailag nem, vagy nem teljesen, de gazdaságilag elveszett. Tehát gyakorlatilag azok a területek, amelyeket nem fognak elfoglalni az oroszok, azokra gazdaságilag ráteszi a kezét az Egyesült Államok és az Egyesült Államok nyugati szövetségesei. Mert nyilvánvalóan vastagon be fogják nyújtani a számlát a működési támogatásokért, a fegyverszállítmányokért, a természetben és anyagi juttatásokért. Ez nem ajándékjogcímen érkezik a nyugati világtól Ukrajnának. Az Egyesült Államok nem arról híres, hogy ajándékoz, hogy jutalmaz, és közben nincsenek elvárásai. Ukrajnának a több tízszeresében, több százszorosába fog kerülni az, amit ebben az időszakban kap, vagy még kapni fog. Elképesztő jó minőség az ukrán termőföld. Egy túlnépesedéssel állunk szemben világszinten, a kiváló minőségű termőföld az egyik legnagyobb kincs lesz. Erre a valószínűleg az amerikaiak rá fogják tenni a kezüket. Úgyhogy amikor itt krokodilkönnyeket hullajtunk meg, meghatódunk Amerika humánus gondolkodásán, akkor jusson az is eszünkbe, hogy ez egy elképesztő üzlet. Az egyik legaljasabb és legsötétebb üzlet. Ugyanakkor beszéljünk a magyarországi következményéről is a háborúnak, és ezzel kapcsolatban is lesz majd a vége felé néhány élesebb kérdésem.
Való igaz, hogy komoly csúsztatás a kormányzat részéről, hogy azt állítják, azt a hamis látszatot keltik, miszerint azért pörgött fel az infláció, mert 2022. február 24-én kitört a háború, és azóta magas az infláció, mióta kitört a háború. Ez nem igaz. Az üzemanyag árstoppot 2021. novemberében vezették be, és emlékezetem szerint ekkor már élelmiszer árstopp is hatályban volt, javítsanak ki, hogyha tévedek. Nincs egyenes ok-okozati összefüggés a háború és az infláció, mondhatni szinte a hiperinfláció elszabadulása között. Ugyanis az élelmiszerárak tekintetében, amelyek a legmélyebben érintik a villany és gázszámlák mellett a magyar háztartásokat, az élelmiszerárak tekintetében nem százalékokban, hanem szorzószámokban lehet mérni az árdrágulás mértékét. Történik ez egy istenadta adottságokkal rendelkező agrárbeállítottság országban. Egy olyan országban, amelynek 30 millió embert is el kellene látni jó minőségű élelmiszerre vagy élelmiszer alapanyaggal, de 10 milliót se tud ellátni. Ez 30 év alatt koprodukcióban a Fidesz-KDNP és baloldali kormányok összehozták nekünk, úgyhogy köszönjük szépen, természetesen ez nem az őszinte köszönet hangja volt. Tehát nem igaz, hogy azóta vannak inflációs problémák, mióta a háború kitört. Könnyű összemosni, könnyű maszatolni és arra alapozni, hogy esetleg lehetnek olyan választópolgárok, reméljük mindjárt kevesebben vannak, akik mondjuk 3 hétre vagy 3 hónapra emlékeznek csak vissza, és aztán amely 1 meg másfél év volt, az ön ködösen tűnik fel az emlékezetükben. Az önök elhibázott gazdaságpolitikája a leginkább felelős azért, hogy rekordmértékű inflációban Magyarországon. És lenne néhány izgalmas kérdésem, megint csak nem annyira jogászi szemszögből, bár jogász vagyok, vagy nem is annyira közgazdaságtani megközelítésből, csak a józan paraszt észre gondolkodva. Amikor a paksi erőmű mennyiért 5, vagy max. 10-12 forintért előállít egy kilovattórányi áramot, akkor mondják már meg nekem, tisztelt képviselőtársaim, hogy miért van az, hogy a 2523 kilovattóra per év kvóta elfogyasztása után 70 forintért adják a magyar embereknek az áramot. És a 2523 kilovattórán belül is 36 forint egy kilovatt áram, a fölött 70. Miért van az, hogy 1729 köbméter per év gázfogyasztás fölött, addig 102 forint egy köbméter, gáz a fölött 747 forint? Vagy akkor választanék arra, akár államtitkár úrtól, akár valami kormánypárti képviselőtől, hogy hogyan lehet az, hogyha tényleg ötöd áron vettük a gázt az oroszoktól, akkor ez 747 forintba kerül. Hogyan történhet ez meg? Hogy a kedvezményes árnak több, mint a kvóta fölött árt, mint 7-szerese a kedvezményes árnak. Nagyon kíváncsi lennék, és gondolom van még kb. 10 millió ember ebben az országban, aki szintén nagyon kíváncsi lenne arra, hogy a 2023-as naptári évben villany és gázárak tekintetében mire számíthattak a kormánytól a magyar emberek. Mert sajnos, valljunk be őszintén, és akkor kicsit kanyarodjunk vissza a háborúhoz, hogy most a harmadik világháborúhoz, ne legyen igazam, sajnos sokkal közelebb állunk, mint a tűzszünethez vagy a békekötéshez. Magyarul elhúzódó inflációra, elhúzódó a magas villany, gázárakra és élelmiszer árakra kell berendezkednünk. Mire számíthatnak a magyar emberek 2023-ban önöktől? Hogyan, legalább ez a szintje tartható-e az úgynevezett csökkentett rezsicsökkentésnek? És mi történik akkor, tisztelt kormánypárti képviselők, mert azért mégiscsak önök kormányozzák 13 éve az életet idő nagy részében kétharmados gyakorlatilag teljhatalommal ezt az országot. Mi történik akkor, ha a NATO úgy dönt, hogy valóban élőre tehát csapatokat is küld Ukrajna védelme érdekében, anélkül, hogy valamelyik NATO tagállamot támadás érné. Tehát még nem az 5. cikkely lép érvénybe. Akkor vajon fognak-e magyar katonák masírozni az ukrán frontra, vagy sem? Akkor tudják-e tartani a semleges álláspontot, ha egyáltalán most az még semleges? Ha tényleg nincsenek kiképzések, meg tényleg nem mennek át fegyverszállítmányok Magyarországon, akkor mi lesz a helyzet? Persze arról is érdemes lenne beszélni, hogy azt a bizonyos lengyel területet jó, minden bizonnyal az ukrán hadsereg részéről, vagy ukrán egyenruhában harcoló, ki tudja milyen nemzetiségű katonák részéről érhette támadás, amivel az egész világot bele akarták rántani a harmadik világháborúba. Arról beszéltek itt a vita elején több, hogy milyen jó, hogy akkor egyébként a lengyelek is higgadtan reagáltak. És mégsem lépett hatályba
Az ötödik cikkely. Ötödik cikkelye vagy ötödik cikkelyen kívül, ha NATO úgy dönt, hogy megindul. Magyarul, ha az Amerikai Egyesült Államok úgy dönt, hogy tőle biztonságos távolságban a legtotálisabb mértékben ki kell terjeszteni a háborút, és akkor egyenesen közvetlenül, ne legyen igazam, már a harmadik világháború napjait éljük, akkor vajon mi lesz Magyarország álláspontja? Mennek magyar katonák, vagy nem mennek? Álláspontunk szerint nem szabad, hogy menjenek. Közvetlenül nem keveredhetünk bele a háborúba. Akkor fog eldőlni, hogy igazából önök mit gondolnak, bár adja jó Isten, hogy ilyen végletes pontig ne menjenek el a történelmi események. Azonban addig, amíg nem szélesedik ki a válság, de vélhetően a mostani keretek között zajló háború azért el fog húzódni, hogyan fogja túlélni a magyar lakosság gazdaságilag. Ugyanis 2x2=4, és a valószínűség számítás szabályai szerint nagy eséllyel azt lehet mondani, hogy a következő tél nem lesz ennyire enyhe, mint amit lassan már magunk mögött tudunk. Nem vagyok egy matek zseni, de a valószínűség számítás szabályai szerint két egymás követő évben erre rendkívül csekély az esély. Ha a 2023-as, 2024-es tél sokkal keményebb lesz, mint az idei, akkor arra az esetre mire számíthatnak önöktől a magyar emberek? Amikor egyébként még a megújuló energiaforrások létesítésének a háborús kifejezéssel akarok élni hatáp útvonalát is tavaly elvágták több százezer magyar ember elől, akik még napelemes rendszerek telepítésével akarták biztosítani az energiafüggetlenséget. Ott is pont az ellenkezőt csinálták annak, mint amit kellett volna. Tudom, hogy ez nem feltétlenül csak a külügyi és külgazdasági minisztérium hatásköre. Más államtitkárok sajnos nem ülnek itt, vagy más esetleg a szakterületben illetékes képviselők, de ezekről várnánk tájékoztatását. Nagyon fontosak a békepárti nyilatkozatok. Persze, hát a Fidesznek az is nagyon fontos, hogy megint békepárti, háborúpárti megosztást tudjon csinálni, egy ilyen egybites üzenettel a külvilág felé, de azért sokkal fontosabb lenne, hogy biztosította az ország áramellátása, igen vagy nem, ha igen, akkor milyen áron a lakosság felé, milyen áron a vállalkozók felé, mert ha ők összeadnak, akkor beindul a dominó és megborul az egész magyar gazdaság. Ugyanezt kérdezném a földgázárak kapcsán. Mire számíthatunk a következő időszakban, mert azok utáni nagyívű nemzetközi kitekintéseket teszünk, azért jó lenne a saját egyszerű mindennapos filléres gondjainkat is számba venni, és tisztában lenni azzal, hogy mit tudunk tenni, hogyan tudunk segíteni a magyar embereknek. Úgyhogy erre várom az önök megtisztelő válaszát, túl azon mindenféle fontos vagy kevésbé fontos, lényeges vagy kevésbé lényeges torzsalkodásba itt belemegyünk, és egymás történelmből oktatjuk ki, meg egyéb nagyívű kijelentéseket teszünk. Próbáljunk visszatérni a rögvalósághoz, mert még egyszer a téli időjárással ekkora nagy szerencsénk nem lesz. Óriási szerencsénk volt, valljuk be őszintén ezzel a téllel. Isteni szerencsénk volt. Tényleg úgy néz ki, hogy Jóisten egyelőre vigyáz ránk e tekintetben. Jó lenne, hogyha háborús mielőbb befejeződne, és akkor az isteni oltalom kiteljesedne. De nagyon komoly gondok elé fog nézni ez az ország. A kormány gondjai kevésbé érdekelnek, a magyar emberek gondjai annál inkább, hogyha a következő tél a szudar lesz. Az inflációt szerintem nem fogják tudni olyan egyszerűen megállítani. Úgyhogy ezekre a földi egyszerű gondokra, kérdésekre, problémákra szeretnék önöktől minden részletesebb válaszokat várni még ebben a vitában. Köszönöm szépen!